A tavalyi évben, meg az idén fűtés szezonban is elég drasztikusan megnőttek a kémény események. Deli Gyula, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Tolna megyei ellátási csoportvezetője azt mondja, idén már több mint 30 esetben riasztották a tűzoltókat azért, mert égett a korom a kéményben, vagy pedig azért, mert megszólalt a szénmonoxid érzékelő a házban. Viszont egyetlen tragikus szénmonoxid mérgezés sem történt, ez pedig véleménye szerint azt jelzi, hogy az emberek egyre tudatosabbak. Ez többek között abban mutatkozik meg, hogy a lakók szénmonoxid érzékelőket is felszerelnek, és egyre több családi házban élő kéri a hatóságtól, hogy nézzék át a kéményét. A katasztrófa védelem ennek eleget is tesz. Idén már közel 8000 társasház kéményét ellenőrizték a 10000-ből, és több ezer családi házat jártak végig a katasztrófa védelem munkatársai. Jelenleg 19 kéményseprő látja el ezt a feladatot 109 Tolna megyei településen. Ezt szeretnénk bővíteni a jövőben. Összességében 5 emberre azért szükségünk lenne még ahhoz, hogy zökkenőmentesen a megnövekedett igényre megfelelően tudjuk végezni az idejében is a szolgáltatást. A katasztrófa védelem április 15-én tanfolyamot indít, amire várják kéményseprők jelentkezését, elsősorban Dunaföldvárról, Dunaszentgyörgyről, Paksról és Tolnáról. Kéményseprő lehet az, akinek van valamilyen építőipari végzettsége, rendelkezik jogosítvánnyal és van saját autója.